Szép napot kívánok mindenkinek. Mai vendégem a stúdióban Tunyogi Erzsébet, gyógyító játékterapeuta, aki mondhatjuk azt, hogy 40 éve segít a sérült gyerekeken, hogy felüdjenek bizonyos játékos módszerekkel, hogy a képességeiket maximumra ismerjék meg és használják. Szeretettel üdvözlöm. Igen, a gyógyító játékterápia az nem azt jelenti, hogy egy játszóházról beszélünk, egy klasszikus játszóházról, hanem ezt egy nagyon komoly tudományos munka. Tehát, de én játékosan. Így van, tehát ehhez ismerni kell az orvosi diagnózist, ismerni kell a neurológiát, fiziológiát, pszichológiát, miután gyerekről van szó, pedagógiát, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett tudást igényel attól, aki egy sérült gyermeknek beállítja a rehabilitációs programot, és úgy, hogy ez egy dramatikus játékban történjen, és ezért egy emocionális érzést ad nem csak a gyermeknek, hanem a szülőnek is, tehát játszóvá teszi, mert elsősorban ezeket a gyermekeket érzelmileg lehet megközelíteni. Ezt akartam kérdezni pontosan, mert ezeknél a gyerekeknél az külvilágtól, ahogy kapnak bizonyos jelzéseket, azáltal van egy kisebbségi komplexus, hogy lehet, hogy nem úgy, mint a felnőtteknek, de megfogalmazódik, hogy miért vagyok én így, és miért nem mehetek ugyanúgy focizni, mint a másik gyerek. Tehát van egy lelki szál, és mellette van a fizikai szál, hogy azért azoknak az ízületeknek, vagy idegeknek, vagy nem tudom, milyen a helyes szakszó, azoknak fejlődniük kell, és dolgozniuk kell. Így van. Tehát a halmozottan sérült gyermekre az jellemző, hogy nincs motivációja. Így van. Tehát mert miért nincs? Mert nincsenek meg azok a központi idegrendszeri aktivitások az idegrendszerben, amely létrehozná azt, hogy érdeklődjön. Tehát mi az egyetlen lehetőség, ami az érdeklődést felkelti? Egy olyan érzelmi motiváció, zene, játék, báb, labda, és lehetne sorolni mindazokat a játéktárgyakat, amivel egy egészséges gyermek azonnal odafigyel és érdeklődik, és meg akarja ismerni. Egy sérült gyermeknek ezt meg kell tanítani, hogy ő is érezze, ő is ismerje meg ezeket a játékokat, és igen, fel tudjuk kelteni az érdeklődését. Meg hát táguljon az ő univerzuma is. Így van. Na most ugye én, mint a volt bábszínész, tehát annak idején, amikor tanultunk ezt a szakmát, akkor szóba került, hogy mennyire fantasztikusan terápiaként hat a bábozás is. Nekem az érdekel, hogy ön hogy került vele kapcsolatban egyáltalán az egész jelenséggel? Az, hogy 40 éve foglalkozik ezzel, akkor azt jelenti, hogy 1976, ugye 70-es éveket írunk. Így van, így hogy van. Találkozott vele? Igen, hát véletlenül találkoztam vele. Én a Pető Intézetben szereztem az első diplomámat konduktorként. Én előtte soha életemben nem láttam sérült gyereket, és amikor én megláttam őket, se félelem, se szánalom, se sajnálat. Se idegenkedés, semmi nem volt. Mit érzett belülről? Az, hogy milyen aranyos kis bicebócák. Nem, azért kérdeztem ezt a kérdést, mert hogy empátia, de empátia nem azt jelenti, hogy sajnálom, hanem az a segíteni akarás ébredjen az emberben, mert annak köszönhető ez a 40 éves út. Így és van. Ott tart, ahol, hogy külföldön is elismerik, Magyarországon is teltházas előadásokat tart, stb. Tehát lehet visszafelé vezetni valahogy, hogy miért így gondolt, és így reagált a dologra, amikor először találkozott vele? Nem tudtam visszavezetni, tehát egyszerűen... Hát ez levegőben volt otthon? Hogy, nem, hogy bánunk semmi, a... semmi, 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 egyszerűen a sors odavitt. Tehát én még, már többször elgondolkoztam azon, egy teljesen úgymond egészséges családban nőttem föl, a környezetemben soha nem láttam sérült embert, sérült gyermeket, tehát... De mondjuk a szülőknek egy tanács, édesanyjának egy mondata, hogy hogy kell bánni, tehát mit nem, kap nem útravalónak a gyerek? Nem. Azt kell mondanom, hogy csodálattal néztek apám, anyám, sőt édesapám még környezet és
attól, amikor meglátta, hogy én milyen gyerekekkel foglalkozom, hogy egyszerűen csodálták azt, jó, hogy de, én na, ilyet. És itt a kulcsa, hogy ők csodáltak, ami azt jelenti, hogy ők is olyan lelkű emberek voltak, mert nem azt mondta, hogy ilyen édes gyerekem, miért nem leszel fogorvos, meg orvos, akkor többet kereshetnél, és villát vehetnél a Rózsadombon, hanem azt mondja, milyen szép dolgot csinálsz, az igen. Értékrendet. Igen, ez tényleg így volt. Mindig kérték, ha amikor hazamentem, hogy jaj, hát mesélj a gyerekekről, és engem nem lehetett lelőni, én állandóan órákat meséltem arról, hogy a gyerekekről, és arról, hogy én mennyire élvezem ezt csinálni, és hogy mennyire jó ez nekem, hogy ezt mennyire megerősítette a férjem, aki az első idő, hát nagyon nehéz volt a konduktoroknál, hiszen mint kezdő biliket mostunk, és azért sokszor úgy éreztem, hogy mit keresek én itt, mint kezdő diák, és akkor a férjem, akkor még udvarló, de aztán férjem nevét meg kell, hogy mondjam, mert mondja. Egy jó nevű író és kritikus volt sajnos, Bodor Béla elment tőlünk, meghalt, de ő volt az, aki azt mondta, hogy hát öcsi, hát ez neked való, hát ahogy beküge, mert mindig ilyen nagyon tüsi hajam volt, igen. És az egész személyiségemben volt egy ilyen pajkos, játékos, sportos alkat, és akkor mondta, hogy de hát ez neked való, hát bírd ki, majd lesz ennél sokkal jobb feladatod. De ilyen mondatok lendítik át az embert. Így van. Van-e olyan konkrét esetet, nagyon sok gyerekeken segített. Sok ezre. De van olyan konkrét eset, ami nagyon megmaradt, nehéz kíváncsi. Egy Viki nevű lányra emlékszik, én úgy tudom. Igen. Hát jó, tehát akkor az onnét kezdődik, hogyha halmozottan sérült gyermekeknek volt egy nagy űr, a 70-es évek végén, 80-as évek elején, nem volt terápiájuk. Nagyon sok gyermek ezért egészségügyi gyerekotthonba került. Viszont lett egy új nemzedék, aki azt várta, hogy az ő gyereke is hiába halmozottan sérült, ennek ellenére csináljunk vele valamit. És volt egy kis Viki nevezetű tüneményes lányka, aki 3 éves volt, és én beöltöztem anyukának, gyönyörű nagy hajas babáját vittem elé, és az a kislány, aki soha életében nem tudta spontán kinyújtani a kis kezét, így állt, egy nagyon súlyos, úgynevezett spasztikus volt, az akkor ki tudta nyitni annyira, hogy bele tudtam tenni a fésűt, és aztán elkezdte nyújtani még a könyökét is, hogy fésülgesse a babát. Na most ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy aha, na jó, ez az, amit ez kell az. Csinálnom. Igen, tehát... Ezike. Én beszélgetnék tovább, tehát ez végszót elmondtam, hogy azt mondja, hogy én csinálnék tovább, és csinálj is tovább 40 éve. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, csak szerettünk volna bemutatni a tevékenységét, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, minden jót, viszont köszönöm.